Hello, szia, szavaztok! Eszti vagyok, és ma megmutatom, hogy én hogyan készítek csalamádét, ecet és tartósítószer nélkül. Gyertek, tartsatok velem! Nagyon fontos megjegyezni, hogy a csalamádé is egy olyan dolog, amit minden háznál másként szoktak készíteni. Én sajnos a gyomrom miatt nem túl gyakran lehetek ecetet, ugyanis eléggé piszkálja a gyomorsavamat, úgyhogy én általában a csalamádét és bármit, amit lehetséges, természetes módon szoktam megsavanyítani, amit fermentálásnak hívnak. Higgyétek el, nagyon-nagyon finom, szerintem sokkal finomabb egyébként, mint az ecetes verzió, és mivel nincsen szükség cukorra, így még egészségesebb is. Most egyébként a teljesen alap, nem fűszerezett, négy hozzávalós verziót fogom el amihez nincsen másra szükségem, mint egy kb. 2 kilós fehér káposztára, két közepes méretű répára és egy közepes méretű kígyóborkára. A receptben, ami egyébként itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálható, ugyanezt a receptet írtam le. Természetesen, ti, hogyha szeretnétek, nyugodtan fűszerezhetitek a csalamádétokat. Ekkora mennyiségű káposztához átlagosan két teáskanálnyi esetlegesen mustármagot, köménymagot, koriandert, szárított kaprot, érdemes hozzátenni. Tehetek hozzá egyébként egész borsot is, vagy pedig egy-két babérlevelet. Kísérletezetek nyugodtan, mint mindig, most is azt mondom, mindenki másként szereti, úgyhogy javaslom, ti is próbáljatok ki néhány különféle verziót. Egyébként, uh, hogyha szeretitek a csalamádéhoz, lehet még tenni uh, lilahagymát, lila hagymát, vagy akár vörös hagymát, vagy akár paprikát, sőt, én tettem már hozzá zöld paradicsomot is. Mindegyik nagyon-nagyon finom, és egy kicsit más ízt ad a csalamádénak. Az alapszabály az, hogy mindent érdemes minél vékonyabbra legyalulni. Én ugyanezt tettem a káposztával, majd pedig a répával, és ugyanezt tettem a kígyóborkával is, aminek egyébként én kiszoktam kaparni a közepét, azért mert az nagyon puha és pépes szokott lenni, de hogyha van rendes való uborkátok, akkor használjátok azt annak nem kell kiszedni a közepét. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos a só mennyisége. Az említett receptben leírtam és el is magyaráztam, hogy hogy tudjátok kimérni a sót de most már próbálom szóban is gyorsan zipelni. Szóval a lényeg az, hogy a káposztánkat négyeljük fel, tisztítsuk meg a csúnya levelektől, vágjuk ki a tósáját és mérjük le a súlyát. Én most példaként egy két kilós káposztát használok, ami megtisztítva 1850 gramra jött ki. Ezt az 1850 gramot meg kell szorozni 0,02-vel, aminek végeredménye 37. Így módon kiszámoltam, hogy a káposzta súlyának a 2%-a 37 gram, azaz Ennyi óra van szükségem. Hogyha ö, két közepes répát és egy közepes méretű uborkát tesztek hozzá, ez a só bőven elegendő. De hogyha a hozzáadott zöldségek mennyisége eléri a káposzta súlyának a negyedét, akkor érdemes 3%-nyi sóval számolni. A só mennyisége nagyon-nagyon fontos, ugyanis ez fogja ízesíteni a csalamádénkat, és ez fogja igazából tartósítani is, és megvédeni attól, hogy megbenészedjen. Higgyétek el, nem lesz sós, a fermentációs folyamat során a só elég sokat fog veszíteni az ízét. Ből. Miután kimértünk mindent, megtisztítottunk és legyalultunk minden zöldségünket, esetlegesen Kimértük a fűszereinket is, mindent tegyünk egy keverőtába, a sóval együtt, és tegyétek azt, amit most én teszek. Azaz, gyúrjátok meg egy kicsit a csalamádét. Tudom, egy picit dolgozni kell vele, viszont ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis nem készítünk hozzá savanyító levet, így módon a csalamádé a saját levében fog megsavanyodni. Tudom, tudom, ez furán hangzik, de higgyétek el, ez egy teljesen természetes folyamat, és öreg anyáink is így csinálták. Nem teszek más, mint hogy mindent jó kevergetek, és jólaposan megnyomkodok, egészen addig, amíg a káposzta el nem kezd összeesni, és el nem kezdik kiadni a levét. Ez beletelik 3-4 percbe és némi munkába, de higgyétek el, megéri. Miután elértem arra a pontra, hogy a káposzta elkezd megpuhulni és kiadni a levét, félreteszem, letakarom és pihentetem legalább 10-15 percig. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis így később egy kicsit könnyebb dolgunk lesz még egyébként majd várunk a csalamádéra, nyugodtan előkészítetjük az üvegeinket. Ekkor a mennyiségű csalamádéhoz két normál méretű befőttes üveg bőven elegendő. Ezt jó alaposan forrázátok és fertőtlenítsétek ki, majd pedig nincs más dolgotok, mint hogy mindent jólaposan alaposan beletuszkoljatok az üvegbe. És ez nagyon-nagyon fontos. Én egy picit hülyén állítottam be a kameraszöget, elnézést kérek, de igazából nem teszek mást, mint hogy elkezdem megtölteni a csalamádémmal az üvegemet. Ezután fogok egy nyújtófát, azaz igazából nyújtó műanyagot, mert ugye az enyém műanyagból van, de ez hülyé hangzik. Szóval, fogjatok egy nyújtófát, és kezdjétek el jó alaposan letunkolni a csalamádét. És a jólapos alatt, tényleg azt értem, hogy jó alaposan. Ugyanis itt most nem teszünk mást, mint hogy kipréseljük az összes levegőt a csalamádé zöldség darabkák közül. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha marad az a zöldség keverék között levegő, ott bizony megpenészhetett a csalamádénk. És miközben nyomkodjuk a csalamádét, kinyomjuk a levét is. Így módon a lé automatikusan ki fogja nekünk nyomni a levegőt a zöldségek közül, és meg fogja védeni attól, hogy újra levegő kerüljön közé. Miután meg vagyok az első adaggal, nem teszek mást, mint hogy tovább töltöm az üveget, és tovább tunkolom. Tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy jó alaposan nyomkodjátok le, mert így nem lesz levegős. Később, majd amikor már elkezd fermentálódni, lesznek ö, levegő a csalamádénkban. Emiatt ne aggódjatok, ez a természetesen keletkező gázoknak köszönhető, ö, nem pedig az oxigénnek. Egyébként erről jut eszembe, miután késze vagyunk a csalamádéval, azaz jól megtömtük az üvegünket, hogyha maradt még némi folyadék a keverőtálunkban, azt semmiféleképpen ne dobjuk ki, ugyanis az segítségünkre lesz. Amint látjátok, én most az utolsó réteget kézzel nyomkodom be a lé majd pedig a kimaradt lét a keverőtálamból ráöntöm a csalamádémra. Ez segíteni fog abban, hogy minden egyes kis káposzta és zöldség darabom a folyadék alatt maradjon. Ezután fogok egy darab fólpakot, és jól laposan befedem vele a csalamádét. Nagyon fontos, hogy itt is nyomkodjuk ki a levegőt, hogy a folpak és a folyadék között ne legyen levegő. Ez meg fogja gátolni abban, hogy esetlegesen elkezdjen penészedni. Néha így is úgy is előfordul, hogy egy pici fehér penész megjelenik a csalamádé tetején, amiben nincsen semmi probléma, teljesen természetes dolog. Szimplán egy kanállal szedjétek le, ne dobjátok ki a csalamádét, ugyanis nincsen semmi baja. Ezután már nincsen más dolgunk, mint hogy pihentessük egy kicsit a csalamádét. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis nem ecettel savanyítjuk, hanem természetanyánk fogja elvégezni ezt a feladatot fermentációval. A fermentációs folyamatnak durván 1-2 hétre van szüksége ahhoz, hogy megsavanyítsa a csalamádinkat. Ez attól függ, hogy mennyire szeretjük savanyúan, és hogy milyen hőmérsékleten tároljuk a csalamádét. Mindenféleképp napfénytől védett, hűvös helyen pihentessük. Érdemes 5-6 nap után megkóstolni, ugyanis például az enyém már most 5 nap után készen volt, ugyanis egy picit melegebb volt a konyhában, mint általában lenni szokott. Időközben érdemes néha megbüfisztetni, mint ahogy azt most én is teszem. Ugyanis a fermentálódás folyamata során gázok keletkeznek, azaz pukiznak a bacik, ezt ki kell engednünk, különben ki fog a csalamádé leve az üvegből. Ami igazából nem nagy gond, de egy kicsit maszatos, úgyhogy naponta egyszer emeljétek fel a folpakot, büfisztessétek meg, 5-6 nap után kóstoljátok meg, mint említettem, az én csalamádé már 5 nap után készen volt. Hogyha savanyúban szeretitek, akkor hagyjátok még pihenni, de hogyha eléggé savanyúnak ítéritek, akkor fedjétek mentesen és hűvös, lehetőleg hideg helyen tároljátok, ugyanis nincsen benne tartósítószer. Én általában a hűtőben szoktam tárolni, ott hónapokig gond nélkül eláll. Hogyha nem vagytok elég figyelmesek, mint ahogy én sem voltam, és nincsen rendesen letakarva, előfordul, hogy elpárolog egy picit a leve, mint ahogy az most az én csalamádémmal is történt. Ilyenkor előfordul, hogy egy picit bebarnul a teteje, nincsen vele semmi gond, ugyanúgy nagyon-nagyon finom. Amint látjátok, az enyém tök jól néz ki, tudom, hogy nem érzitek az ízét, de higgyétek el, nagyon-nagyon finom, úgyhogy remélem kipróbáljátok Srácok ezt a receptet, írjátok meg, hogy ti hogyan készítettétek el, milyen fűszereket használtatok, és hogy hogyan ízlett. Jó étvágyat kívánok hozzá, és természetesen várlak benneteket vissza a következő recept videóban is. Addig is sziasztok!